Sziasztok! Ezen a kis madácsi csergős napon kijöttem ide egy kis nyugodt helyre, és azért, hogy megmutassam nektek, hogy szerintem mi a legtökéletesebb hobbi drón. Gondolom sokaknak nem okoz meglepetést, hogy a kis Mavic Mini-re esett a választás. Lehet, hogy sokan meg sem lepődnek ezen a dolgon, viszont lehet, hogy vannak, akik igen. Mert mikor megjött ez a kis gép, akkor egy kicsit azért kételkedtünk abban, hogy mire is lesz képes ez a kis gép. Viszont azóta eltelt egy idő, és hát azt kell mondjam, hogy bebizonyította, hogy a pici mérete ellenére nagyon cuki, még mindig, tehát hogy így nézzétek meg ekkora. Tehát, hogy a kicsi mérete ellenére még mindig azt kell mondjam, hogy talán ő a legtutibb kis hobbi drón, és ennek több oka is van. Az egyik, és talán a legfontosabb, az nem más, mint ami itt van, hogy 249 gram. Biztos sokan követitek ugye a szabályozást és a hasonló témákat. Ugye mit szeretne legjobban egy drónos? Nyugodtan drónozni. Tehát annélkül, hogy akár most kijövök ide, majd mindjárt repülünk kicsit, és megnézzük, hogy hol is vagyok. Tehát annélkül, hogy bárki odajön és kérdezgethetné, hogy van engedélyed, van biztosításod. Tehát számunkra ez a legfrusztrálóbb dolog a világon, mert hogy hál' Istennek mondjuk nekünk még ezzel a kis modern repterünkre nem volt probléma, de a legnegatívabb élményünk az az, amikor a Balatonon azt mondták, hogy ha most nem szállunk le, akkor lelövik a drónt. Tehát, hogy azért vannak ilyen emberek, és van, amikor azt mondom, hogy akár jogos is lehet, de a legtöbbször nem. Tehát, hogy amikor kijövünk, tényleg csak így a pusztába halljátok, hogy a madarak csicseregnek, semmi nincs. Erre csak sima mezei szántóföldek vannak. Ugye mögöttem van lakott terület, de körülbelül egy ilyen 100-150 méterre is. Ugye amikor repkedünk, nem feltétlen az a célunk, hogy megkukoljuk, vagy ott kilakik, vagy hasonló, hanem van, amikor csak szimplán kijövünk gyakorolni kicsit a manővereket és egyéb dolgokat. És bizony nagyon sok helyen, illetve ti is írtátok, nagyon sok helyen vannak olyanok, amikor csak oda mennek, hogy bocsi, van engedélyed, van biztosításod. És hát ezt a problémát szerintem lehet, hogy megoldotta a DJI ezzel a kis géppel. Mert hogy 2020. július 1-től, bár ugye itthon lehet, hogy egy kicsit csúszni fog ez a pontos szabályozás, de ugye életbe fog lépni egy uniós rendelet, törvény, ami megmondja, hogy hány kategória lesz, és minket, ami a legjobban éri hobbisokat, az az open kategória, ami azt mondja, hogy 250 gram alatt, hogyha még van is rajta kamera, akkor is repülhetünk 120 méterig, és mármint, hogy fölfelé. Bár érdekes, mert a másik kitétel az az, hogy látótávolságban kell lenni a gépnek a pilótával. Ez most ugye megint egy érdekes dolog, hogy meddig látsz el? Hát én odáig, te? Hát én ellátok odáig. Tehát hogy ez azért kicsit ilyen furcsa dolog, na mindegy, tehát ez az egyik szabály. És akkor elméletileg lesznek olyan területek, mint például ahol most is vagyok akár, hogy nem kell semmi mást csinálnunk, mint rendelkezni egy biztosítással, regisztrálni a drónt, és egyszer elvégezni egy online tanfolyamot. És ezek után, ha minden jól megy, akkor majd csak a Hungarocontrol ZRT által kifejlesztett MyDroneSpace nevezetű applikáción kell bejelölnünk, hogy mi most itt repülünk egy fél órát, és ennyi. Hogyha ez így működni fog itthon Magyarországon, akkor én azt mondom, hogy nekünk hobbisoknak ennél nem is kell több. Annyi van, hogy ugye tömeg fölé nem lehet menni a kamera miatt, mert hogy személyiség és egyéb adatvédelmi jogok, de ha ezt így akár itt kint a pusztában, vagy bárhol nyugodtan csak repkedhetünk, vagy akár ne adj Isten, talán még egy pár kattintás segítségével, ne adj Isten, a városba is, vagy tengerparton megcsinálhatjuk vele a kis selfinket, akkor pedig szerintem más gyártónak ebben a drón szegmensben nem lesz esélye. És ez az egyik legfontosabb dolog. Ha már az előbb említettem például ugye a DOE-s biztosítást, én azt mondom, hogy akinek még nincs, az mindenféleképpen várja meg a
a szabályozást, mert valószínűleg ugye ezek a biztosítások teljes mértékben ugye át fognak alakulni. Ugye jelen pillanatban például ugye ezek a biztosítások nem drónra, hanem pilótára szólnak. Lehet, hogy ezt az új szabályozás majd meg fogja mondani, hogy például a Mavic Mini-re milyen biztosítás kell, illetve akár egy Mavic 2 Pro-ra, vagy akár nagyobb gépekre, vagy versenygépekre, úgyhogy én azt mondom, hogy egyelőre várjatok, akinek már nincsen, vagyis még nem kötötte meg, azt szerintem várjon ezzel. És ami miatt még azt mondom, hogy tényleg tökéletes kis hobbi drón ez a gép, az az, hogy ugye van egy háromtengelyes gimbalunk. 2,7K-ban tudunk rögzíteni, és hát, ami nagyon nagy újítás volt ugye a DJI részéről az ehhez, hogy egy olyan kis akkumulátort fejlesztettek, az túlzás, olyan kis akkumulátort tettek bele, aminek a segítségével fél órát tudunk a levegőben tölteni legalább, és fél óra, bőven jó. Itt van most én a kis Flymore Combo szettet hoztam el, ebben ugye még rejlik 2 darab akkumulátorom, ha itt megnyomom, akkor ugye szépen világít is, hogy mindegyik tele van. Tehát ezzel a pakkal majdnem másfél órát tudunk a levegőbe lenni, de akár másfél órát is. És hát ennél több szerintem egy hobbi drónosnak nem kell. Tud nagyon jó kis videókat készíteni, fotókat is tud készíteni. Egyetlen egy hátránya van, ami amúgy az előnye is, ugye ez a 249 g, tehát ugye a súlya. És ezáltal ugye nem egy kis erős gépről beszélünk, és a szél az a hátránya, úgyhogy ezt mindig vegyétek figyelembe, hogy mekkora széllel is tud ő megbirkózni. Illetve hát van ugye, ami másik talán kis negatívum, az ugye a wifi, mert hogy ő még a hagyományos wifi kapcsolatot használja, viszont többen küldtétek, hogy hasonló területen akár 3, sőt, volt akinek 4 kilométerre is elment ez a kis gép, úgyhogy ilyen helyeken abszolút tökéletesen teljesít. Hát valószínűleg ugye városban, ahol zavar van, és egyéb helyeken ott nem lesz annyira. Szerintem egy őzik elrohant itt mellettem. Legalábbis remélem, hogy őz. Jó, őzek voltak, de egy kicsit nagyobbak, szóval ez para lett volna, itt a nyakamba ugrik hátulról itt az erdőben. Szóval, hogy igen, ott fut az egyik. Szóval, hogy ez ugye, ami egy kicsit aggasztó volt, ugye ez a wifi probléma, de ezt is bebizonyította, hogy eléggé sok helyen nagyon szépen teljesít. Egyetlen egy fontos dolog van, kell bele egy jó minőségű memóriakártya, és utána már mehetünk is repülni. Én, ami nagyon bevált nálam, ez a SanDisk Pro nevezetű kis memóriakártya. Ugyan csak 2,7K-t tud ez a kis gép, viszont olyan jó bit sűrűsége van, hogy bizony kell neki ez a jó kis memóriakártya ahhoz, hogy egy jó videót tudjunk készíteni. Hát itt a távirányító még alulról fogadja nekünk a telefont, úgyhogy sajnos ehhez ki kell vennem ugye a szilikontokból a telefont. Ez sokaknak nem tetszett, hát megmondom őszintén, én ehhez szoktam hozzá, tehát az összes DJI gép annó ugye így működött. Bekapcsolás ugyanúgy, egy rövid, egy hosszú, alul van nekünk itt a kis bekapcsoló gombunk. Nagyon, nagyon cuki, hogy ennyire pici, és ugye ez azért is előny még, mert tényleg bármivel vagyunk, gyalog, bringával, akármivel, ugye simán fogjuk, és berakjuk a táskába, és nincsen semmilyen probléma. Azt mondja, hogy jó. Ugye ő használta először az új applikációt, ez a DJI Fly nevezetű applikáció. Na hát, azt mondja, hogy jól láttam. Azt akarja, hogy kalibráljak kompaszt. Hát akkor kalibráljunk. Nyomjunk rá.
Na. Meg is vagyunk a kis kompassz kalibrálásunkkal, immáron minden státusz normálisnak ír. Az automatikus hazatérő magasságunk 70 méter, maximális magasság jelenleg 100 méterre van beállítva, maximális távolságunk 470 méterre, jó a memóriakártyánk, és hát ugye a legutolsó frissítés, ami érkezett hozzá, az enged egy olyat, hogy ha átváltunk videóba, a legelsőnél még csak automatikusan lehetett használni a... Szóval így, hogy már lehet állítani automatikusan, vagyis hogy manuálisan is ugye a videónkat, így már gyakorlatilag tényleg egy tökéletes kis selfie drónunk van. De szálljunk föl, mert úgy látom, hogy jön a vihar. Daráltunk egy kis füvet. Ó, igen, ott jön is szerintem egy kis eső. Ha már így eső, akkor tudni kell ugye, hogy ezek a gépek abszolút nem vízállóak. Hú-hú! Hát ott már szembe. Szembe ott már esik. Na mindegy, szóval, hogy tényleg egy tökéletes kis hobbi drónról van szó. Na hát most valamiért milyen hangos? Hát én mindig azt mondtam, hogy milyen kis hanggép, de most valamiért tök kis hangos. Szóval tök jó kis videókat csinál, fotót is. Hol a viharunk? Ott. Vannak benne ugye okos funkciók, ugye ezek a quickshotok, ezek ugye csak repülés közben jönnek elő. Ugyanebből csak 4 darab van, és teljesen követni nem tud bennünket. De szerintem hobbi célra nem is nagyon kell más. Talán a követés az egyetlen dolog, ami hiányzik belőle. De hát ne legyünk telhetetlenek, valahol ott vagyok én lent, úgyhogy szerintem ennél tökéletesebb kis gép nem is kell. Nézzük meg, hogy milyen pontosan fog hazajönni. Kicsit arrébb dugom a távirányítót, hogy ne csipogjon itt bele nekünk. Hát innen szálltam föl, itt lehetett hallani is, hogy egy kicsit daráltam a füvet. Ilyen is szépen hazafele. Most valamiért hangos. Lehet, hogy csak az első alkalmak során tűnt nekem ez ennyire kis halgépnek. Na lássuk, hogy mennyire lesz pontos. Ja, most egy kicsit azért van hangja tényleg. Vagy csak, nem tudom. Vagy csak csönd van nagyon. Na nézzük! Tadám! A repülés idő az nagyon jó. Eddig mindig ilyen 2-3 darab akkumulátorral jártunk forgatni. Most gyakorlatilag egy is sok. Na, elférünk a fáknál? Szevasz! Megjött a vihar? Vagy mi? Hm.
időközben szerintem lassan megjön a VR, úgyhogy nem szeretnék nagyon elázni. Úgyhogy én azt mondom, hogy ez bőven egy ideális kis kezdőgép, hogyha valaki most szeretne belépni a drónozásnak a világába. És ami még nagy előnye, hogy azonnal elérhető Magyarországról, szinte kivéve, hogyha esetleg nem kapkodták el az összeset. És nem kell rá várni, még megérkezik ugye külföldről, a garanciával és egyéb dolgokkal itthon szinte azonnal ugye tudnak segíteni. Amit tudni kell, hogy az ilyen gépek esetén ugye a garanciális szerviz az még mindig Németország, de ugye itt a bolt, ahol mondjuk például ugye MyActionCam-nél, hogyha megveszitek, ők itt a kiküldésben és egyéb dolgokban mindenben tudnak segíteni, de akár ugye abszolút önállóan is el lehet intézni ezeket a dolgokat. Én azt mondom, hogy ennél több egy kezdő drónosnak szerintem nem kell. Igaz, nincs követés, nincsenek 360 fokos panorámák és egyéb panoráma funkciók, nincsen RAW fotó, tehát hogy nincs ez a valós fénykép, csak ugye a JPEG formátum, de arra, hogy elmenjünk nyaralni, vagy bárhol bármit megörökítsünk, szerintem arra ennél nem kell több. Egyetlen egy dolga tényleg muszáj, és ezre tényleg nagyon figyeljetek, az, ami pedig most is megérkezett itt, az a szél. Hogy ő neki van azért egy maximális sebesség, ami nincs 50 km/h, és hát ez azt jelenti, hogy körülbelül egy ilyen 25-30 km/h állandó szélben még éppen, hogy haza fog tudni jönni, viszont ha ott már vannak széllökések, amik ugye viszik hátrébb a gépet, ott már nem fog tudni hazajönni, és ezért is repült el nagyon sok mini. Ugye az, hogy itt talajszinten most ennyire fúj a szél, ezt még ugye nem ítéljük meg soknak. Viszont a fák fölött vagy 50 vagy akár 100 méter magasan már sokkal nagyobb a szél, illetve a széllökések, amivel ő már nem fog tudni küzdeni. Úgyhogy szerintem ez egy ideális kis kezdőgép. Ne felejtsetek el feliratkozni, és nézzétek meg a többi videóinkat is. Sziasztok!